Látok, itt Hanna jelentkezik, ebben... Nem, Domiflét jelentkezik, én üdvözlök mindenkit, és sziasztok! Ebben a videóban elhoztam nektek egy újabb LEGO építményemet, ez egy LEGO íj lenne. Egyszerűbb, mint a LEGO puska, az egyébként le lesz a leírásban a videó. Egyszerűbb, de egyébként erősebb, sokkal erősebb, mivel itt ugye használunk egy rendes nagy gumipántot is. Úgyhogy most ezt fogom majd így bemutatni, hogy hogy lő, aztán meg ugye itt van ez a... És lassított felvételek lesznek ugyanúgy, úgyhogy azokat is meg tudjátok majd tekinteni. Ezt fel is rakom ide. És egyébként is, kacok, elértük a 300 feliratkozót, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, tényleg nagyon boldog vagyok. Igen, Hanna, lájkolunk, tudjuk. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg. 300 ember, hát az azért rengeteg. Úgyhogy na, úgy működik az íj maga, hogy ugye van itt ez a kettő, hát ilyen, nem tudom, fogó talán, és itt vagy ebbe a lyukba kell itt beledugni ebbe, így belerakjuk. Nem szabad belenyomni teljesen, mert akkor nem fogja kilőni, csak egy picikét. Aztán fogjuk, így itt megfogjuk, felhúzzuk, és akkor így kilőjük. Nem kell arrébb húzni, mert így megmutatom, és hoppá, ez egy kicsit fölé ment. Fogjuk a másikat, belerakjuk kicsit, úgy, né, szépen, Anna, így, és bam, aj, nem jön össze, most már összejön, és deng, vagy nem, ez nem igaz, na, utolsó próbálkozás, három a magyar igazság, meg egy ráadás, és itt van a beesett a radiátor mögé a rúd. Lássuk, most, fú, érzem az energiát, most összejön, bum, na jó, oké, hagyjuk. Akkor, hát így is lenne igazából, így kell használni. Itt még van egy. Így van, hát jó, oké, akkor ezt is kilőjük Hanna kedvéért. Na, lőjük ki. Hát pontosnak annyira nem pontos, de amúgy erős. Áú. Szóval így működik, ugye vannak kint ilyen kis fogócskái, ugye itt ez azért van, hogy tovább tudjuk húzni, és tovább lehessen feszíteni a gumit, és erősebben lőjük ki. Úgyhogy igazából szerintem ennyit szerettem volna így elmondani róla, úgyhogy most következzenek a lassított felvételek. Na, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis, ezek a lassítások tetszettek, és egyébként ezt ti is megépítetitek, nagyon könnyű, tehát fognatok kell egy ilyen lyukas hosszú egyenest, abba ugye a gumit belefűzni, rá egy ilyet, és igazából ennyi. Így ki lehet ugye húzni, berakjuk itt, ugye, hát ezt de azért már láttátok, de megmutatom még egyszer, mert most miért ne. Egy kicsit meg kell tekerni, mert néha nem mindig megy bele. Hátra húzzuk és el is lövi. Úgyhogy szerintem tök egyszerű és egész jó. Azért jó, mert ilyen egyszerű. És nagyon erős tud lenni egyébként, hogyha nagyobb gumit használtok hozzá, akkor meg főleg. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, lájkoljatok. Így itt is mutatja, hogy lájkoljatok. És tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm a 300 feliratkozót, nem sokára érkezik majd az a külön kiadás, úgyhogy csapassátok meg, skacok, gyerünk, most már tényleg nagyon haladunk, úgyhogy tényleg nagyon örülök, úgyhogy már nem is mondanák más, csak annyit, hogy én Domiplace voltam, remélem tetszett a kis íjas videó, és sziasztok!